A folyamatosan növekvő takarmány és energiaárak következtében hamarosan újabb halálemelkedés várható, hiszen minden szolgáltató szeretné átvészelni a jelenlegi gazdasági helyzetet. A halárak sajnos továbbra sem úgy alakulnak, ahogy ez egy hallgazdálkodási hasznosító, ugye a horgászegyesületek, horgászvizek várnák. Tehát az a tavalyi 1200 forint plusz áfás piaci pontjár, ez továbbra is jelen van. Ami félő az az, hogy az őszi időszakra ezek az árak csak emelkednek, és valószínű, hogy hosszú ideig stagnálni is fognak. Tehát itt a takarmányáraktól, ugye az üzemanyag költsége a haltermelőnek, itt a vízhiány okozta halpusztulások, nem tudja úgy etetni a halat, tehát ez mind-mind kihatással van az őszi halálra, ami számunkra is, mint megyei horgászszövetség, mind visszahasznosítók, de az összes egyesület számára majd problémát fog jelenteni. Tehát mondhatom, hogy akkor azt mondom, hogy egy nehéz időszak és nehéz döntések elé nézünk, ugyanis már az év közben is lett volna arra lehetőség, hogy a hasznosítók, a horgászegyesületek árat emeljenek. Tudomásom szerint több egyesület ezt a lépést meg is hozta, ugyanis az év elején nem lehetett számolni, hogy ennyire elszállnak az árak, a gazdálkodás árai, ami biztos, mi a megyei horgászszövetség, tehát a tózhát hasznosított vizeken évközben nem tervezünk haláremelést, viszont ami a rossz hírem a horgászok számára, hogy sajnos a jövő év elején kénytelenek leszünk mi is árat emelni. Most, ha csak egy egyszerű matekból indulunk ki, ugye, hogy konkrétan itt 100 mázsa pontról beszélünk, amíg tavaly 8.500.000 forintért lehetett ugyanezt a mennyiséget megvásárolni, ez az idei évben már 12.600.000 forint lesz, ugye ezt a 4-4,5 millió forintos különbözetet, ezt valahonnan elő kell teremteni. Sokan nem gondolják, hogy egy gazdasági szervezet üzemeltetése mennyire összetett dolog, hogy mennyi kiadása van egy szolgáltatónak. Egy hétköznapi horgász sajnos a konkrét gazdálkodással nincs tisztában. Ugye az a gondolat, hogy ő megveszi a területi jegyet, onnantól kezdve kimegy a vízpartra. Egyébként meg is értem, tehát erről kell, hogy szóljon. Tehát tiszta környezet várja, a halak ugráljanak körülötte, folyamatosan fogja, viszont ugye ez nem olyan egyszerű. Tehát amit tudniuk kell, hogy a területi jegyár mellett például a horgászegyesületeknek egyetlen egy bevételük van, az egyesületi tagdíj. Az egyesületi tagdíj az egy pár ezer forint szokott lenni évente per fő, ez az egyesület működését hivatott ugye fedezni, tehát ezért a telefonszámlák, ahol villany van, gázfűtés van, mert van egy irodaházuk, valami bérleti díjak, az irodai munkatársnak a vére, ugye ez a költség, ez erre elmegy. Több horgásztól halljuk azt, hogy ők zaklatásnak veszik a halőrzést, a halőröknek a jelenlétét. Azonban, ha csak egy egyszerű példával ezt is beszeretném mutatni, hogyha nem lenne a halőrzés, és nem próbálnánk a vagyonunkat, az értékeinket megvédeni, akkor amikor halat telepítünk, akkor amikor megérkezik a halas autó, tulajdonképpen akkor beharangozhatnánk, hogy jöjjön ide mindenki egy zacskóval, és akkor mindenki annyi halat elvihet, amennyit akar. Hozzáteszem jogosulatlanul, és akkor az a horgásztárs, aki tisztességesen megvásárolja a területi jegyet, tisztességesen szeretne horgászni, ő neki viszont akkor már a vízben nem maradna. A vízterületek üzemeltetőire több feladat is hárul. Ezek közül az egyik legnehezebb a hénártalanítás. Az idei évben a Szálkai víztározónál igen, csak megjelenne nálunk is a hénár, ugye ez természetesen ott is az alacsony vízállásnak köszönhető. Körülbelül egy hónappal ezelőtt béreltünk egy hénárvágó gépet, ami akkor tisztességesen elvégezte a feladatát, azonban mivel hogy gyökérni, tehát teljesen a víz alatt nem tudta kivágni, sajnos az két héten belül ugyanúgy visszajött ez a hénár. És a kollégákkal megbeszéltük, a múlt héten két alkalommal is kint voltunk, illetve még szeretnénk egy-két napot rászállni a Szálkai víztározón. Kimentünk nyakig vízben és kézikaszával, tulajdonképpen olyan sávokat igyekeztünk kivágni, ahol a horgász a halat ki tudja majd vezetni. Ez másik olyan probléma, amivel tulajdonképpen a horgászok megkeresnek bennünket is, de más hasznosítókat is, ez az ivadéktelepítés. Tehát tulajdonképpen a mi tevékenységünk elsősorban a halgazdálkodásra épül, a halgazdálkodás pedig nem csak azt jelenti, hogy a háromnyaras piaci fogható pontját, ugye, ami Magyarországon szinte az egyetlen elfogadott hal, vagy ő a főhal, tehát csak abból áll, hanem tulajdonképpen más egyéb őshonos halfajokat is igyekszünk telepíteni a vizeinkbe, illetve ezeket az úgynevezett előnevelt pontyokat, a tökmag pontyokat, vagy pedig süllőnél ugyanezt megtesszük.
ami gazdasági szempontból azt gondolom, hogy a legolcsóbb telepítési mód. Tehát, hogyha most kiindulunk abból, én úgy gondolom az idejében olyan 5-6 ezer forint biztos, hogy lesz a három nyaras üllőnek a kilónkénti ára, főleg ez miatt, hogy az időjárás a üllőnek sem kedvez. Na most az előnevelt üllőt olyan 25-30 forint környékén meg lehet venni. Hogyha abból indulunk ki, hogy a telepített mennyiségnek a szakirodalom szerint, bár ugye ezen lehetne vitatkozni, minimum 10%-a meg szokott maradni, akkor az 1 kg süllő árából igaz, hogy az 2-3 év lefolyása alatt, de egyet számra sokkal több fogható mennyiség lesz, mint hogyha azt az adott 1 kilót beletesszük a vízbe, ugye a ponynál ugyanez elmondható. Tehát 2-3 alatt tulajdonképpen abból az apró ponyból, úgyhogy egyéb ráfordítás nem volt, abból jóval több egyetszámot ki tudunk nevelni, mint hogyha konkrétan csak 1 kg rendes piaci pontyot tennénk a vízbe. A TOHOSZ a magas infláció ellenére sem emel idén a szolgáltatásain, így a régió horgászai továbbra is ugyanazon az áron látogathatják kedvenc vízterületeiket.